Tisztelettel köszöntöm a nézőket. Néhány pillanat múlva megkezdődik a megyei labdarúgó bajnokság első osztályának első tavaszi fordulója. A Pápai Peruca Csetény gárdáját fogadja a hazai környezetben. Az ősszel az első fordulóban 2-0-ra tudtak nyerni a sárgamezes vendéglátók a most fehérmezben játszó csetényiek ellen. Most megy a pacsizás a két csapat játékosai között, miközben Holzbauer Flórián, a mérkőzés játékvezetője, Lovasi István és Szalai Dávid asszisztensek már ellenőrizték a csapatokat, cipőket, igazolásokat, úgyhogy minden készen áll a tavaszi kezdésre, és akik figyelemmel kísérik a közvetítéseinket, vagy a megyei labdarúgóbajnokság első osztályának küzdelmeit, azok tudják, hogy egy kiesés elől menekülő csapat és egy bajnoki aranyéremre törő együttes összecsapását láthatják hamarosan, olyannyira, hogy nem csak az aranyérem, tehát a bajnoki cím megnyerése a cél és a tét a sárgamezeseknél, hanem az NB3-ba való feljutás is, amelyben óriási riválisa a pápaiaknak. A jelenleg egy ponttal vezető Fürediek, éppen a Fürediek itt tudtak nyerni ezen a pályán az ősszel, és csupán az egyetlen pont az, amivel vezetni tudják a tabellát. Ők voltak az őszi elsők, tehát Vencel ott a pálya közepén, aki 29 találatával vezeti a megyei első osztály góllövő listáját. 42 pontos a hazai együttes, az ellenfél a 13. És ami érdekesség, hogy a pápaiak nem játszottak döntetlent az ősszel, 14 siker mellett egyetlen egy vereségük van. A csetényieknél egyébként edzőváltozás történt. Molnár János vette át a karmesteri pálcát Nagy Lászlótól, miközben ki akart ugrani az egyik pápa játékos, de lekeresztezték szépen. Ez meg egy jól megpörgetett labda, és egyből vissza is szerzik a pápaiak, amelyek akik egyértelmű esélyesei ennek az összecsapásnak természetesen. És az első szabadrugás a mérkőzésen, ezt jelzi Holzbauer Flórián. Nagy Rihárdal szemben történt a szabálytalanság. Hornyacek Roland borítja hátra a játékostársának, Kovács Gábornak, akinek hátra Jakab Milánnak passzolt. Szadzsó szépen tette tovább Szadzsó a labdát, aki megfordult Veszprémben is. Tavaly a bajnok csapattagja volt Szadzsó Veszprémben. És indulhat a csetényi akció a bal oldalon. Kifejelt labda, és csetényi bedobás következik. Szent Patrik próbálta meg centerezni a labdát. Szadzsó kéri és kapja is, de nem sikerült pontosan középre lőni a labdát. Simon László gurította ki, és már itt a bal oldalon lehet is szervezni a játékot. Négy új játékost is igazolt Marton Miklós a csapatának, a pápaiaknál. Közülük hárman itt vannak a pályán, a kezdő csapatban. És mindjárt ott egy nagy lehetőség is. És ott a gól, ott a fejes gól. Vencel a szerzője, ki más is. És nagyon gyorsan megszerzi a vezetést a pápai együttes Vencel góljával. Egy szép középlejátszás után Baldauf Konrád
szinte a fejére varázsolta Wenzelnek a labdát, és ezzel 1-0 a mérkőzés állása. Sajnos a fényviszonyok miatt nagyon nem látszik a nagy óra, de talán a harmadik percen jutottunk túl az első félidőben. Nagy passzolja befelé a labdát. Labdaszerzés, Baldauf, újra, Baldauf, jó a passz, és a lövés. Ez nem sikerült pontosan, Horváth Tamás csavarta el a balkafufa mellé a labdát. 1-0 vezet tehát Pápai Peruc a Csetény ellen, Wenzel góljával, és hát nagyon-nagyon gyorsan jött ez a gól. Mondta is Marton Miklós, a hazaiak szakvezetője, hogy nem szabad elkapkodni a meccset. Gyorsan szereztek vezetést. És ez lesz. Jó ítélet. Dávid Ádám próbált meg megugrani a bal oldalon, de lesen találta a labda. Nem jó a labdája Kovács Szabolcsnak. Szabálytalanság történt. Jöhetnek a fehérmezesek. Kottyán Bálint. Hogy ezt nem érhette el, mármint Nagy Rihárd. Csetényi bedobás következik. Tudom, ez mi volt, hogy megszólalt Hozba elsípja. Hornyacsek a letett labda mögött. Ő igyekszik középre ívelni a labdát. A fej párbajt a pápai játékos nyerte, és már lehet is indulni. Baldaufnak ez nem jó, Nagy László gurítja hátra Micsolannak. Ez pedig egy eladott labda, amiből lehet építkezni. Wenzel a túloldalon szinte teljesen szabadon, ott a lövés, és Mics megfogja. Wenzel mutatta is, hogy miért nem passzoltad nekem, ott álltam egyedül, és volt is benne igazság. Udvardi Mózes dobta hátra a labdát. Somogyi. Baldauf pörgeti jól a labdát. Domján Roland, aki a Veszprémi együttesből érkezett a téli szünetben Pápára. Csak úgy, mint Bölöcki Bálint. És Udvardi Mózes pedig Ajkáról tette át a székhelyét a Peruc stadionba. Csetényi szabadrugással folytatódik a játék. Somogyi. Kovács keresi az embert. Baldauf. Labda volt, mutatja a játékvezető. Ott pedig egy tömegszerencsétlenség. Hármas karamból, amiből a csetények jöttek ki, hiszen ők végezhetnek el szabadrugást. Domján fejeli le a labdát pontosan. Kovács veheti át hátul. Somogyi.
Damján. Böröcki kéri itt a bal oldalon a labdát, de nem kapja egyelőre. Horváth Tamás. Somogyi. Jó a csel. Jó a fölpassz is. Remek volt a háromszögelés, és Vencelt elgázolták 17 méterre a kaputól, 16 méterre. Nagyon kecsegtető pozícióból végezhet el szabadrugást a Pápai Peruc. Vencel Zoltán már le is tette a labdát, aki a harmadik percben megszerezte a vezetést fejes góljával a hazaiaknak. Nagy nehezen összeáll a csetényi sorfal is. Vencel, levágódik a labda, Szádzsó vágja ki. Történt szabálytalanság. Dávid Ádámot szabályosan választották el a labdától. Horváth Tamás. Somogyi várja középpen a labdát, és kapja is. Ez szabálytalan volt bizony. Horváth Tamásnak kocintották össze a bokáját. Böröcki veszi le. Böröcki veli át a hosszú oldal felé. Vencel nem éri el. Nagy László pedig elrúgja a labdát. Jó ütemben még hozzá. Egészen hátra kell jönni a pápaiaknak, és onnan elkezdeni felépíteni újra az akciót. Kovács Szabolcs. Somogyi. Sikerül a váltás, aztán mégis ott a jobb oldalon. Jól tekeredik középre a labda, Vencel nem tud fejelni. De szabálytalankodni, igen, ezért kifelé szabadrugás. Kovács fordulhat a labdával, és várja Böröcki, és kapja is. Horváth Tamás. Megfuttatja Somogyit, de eléri a labdát, és bele is tud bökni egyet, majd visszakapja. Horváth. És újra hátra. Somogyi. Böröcki kérés kapja a bal oldalon. Szép mutatja neki, hogy passzold ide, de nem. Somogyit választja. Egy megelőző szerelésnek indult ez az egész, de nem jött össze. Ezt a labdát meg nem tudta megszerelíteni Dávid Ádám. Domján jobbra. Horváth Tamás. Vencel. Szácsó gyűjti be a labdát, akivel szabálytalankodik Vencel. Nagy Richard fut elől, de nem jön a labda egyelőre. Volt. Nagyszerűen kipörgetett labda a jobb oldalra, és remek volt a becsúszás. Még mindig ott a lehetőség,
Somogyi, Böröcki a bal oldalon, ő kapja a labdát. Lágyan középre, Mencel nem tud fejelni. De még mindig ott a lehetőség. Baldauf. Böröcki. Újra kifejelik a Csetényiek a labdát. És ők végezhetnek el bedobást már, mint a vendégek. Pápai szabadugás, Horváth Tamással szemben szabálytalankodott Kottyán Bálint. Domján. Hát ezt jól elpasszolt a Domján. Két játékos közé gurította a labdát, és egyik sem érte el, nem is érhette. A 15. percben járunk az első fél időben. 1-0 vezet Vencel fejes góljával a Pápa. Kovács. Somogyi. Hosszúnak tűnik ez a labda, az is. Nagyon szép idő van. Február utolsó napjait éljük. Gyönyörűen süt a nap. Remek a pálya talaja. Nincs hideg sem annyira. Már elől Magyar Attila tudna beszélni, mert ott fönt azért az operatőr állásba fúj a szél. De jól föl van öltözve, úgyhogy nem fázik. Persze könnyű annak, aki fedett helyről beszél. Szélmentes területről. A Somogyi fejelte le a labdát. Jól passzolgatnak a Csetényiek egyelőre, de most éppen nem. Somogyi. Baldauf a bal oldalon, egy kicsit a háta mögé jön a labda. Baldauf. Vencel szökteti Baldaufot. Jön a beadás. És a lövés. És gól. Somogyi a gólszerző. 2-0. Ebben bizony Micsi is benne volt. Hiszen ott ment be a kezei között a labda, ahol állt. De ez a lényegen nem változtat semmit. Somogyi Rihárd góljával 2-0 az állás az első félidő 17. percében. Hát lehetne mondani azt, hogy ezzel eldőlt a három pont sorsa, hiszen a Csetényiek nem sok ellenállást tanúsítanak, a támadásokról pedig szinte egyáltalán nem beszélhetünk. De ismerve Marton Miklós együttesének akaratát, biztos, hogy nem elégszenek meg ezzel a két találattal, hiszen nekik folyamatosan pörögni kell a bajnok esélyes játékában, ennek benne kell lenni, hogy nem lazsálhat, nem pihenhet, a lehető legnagyobb különbséggel kell nyerni. Baldauf. Bal oldalon a labdát, de Somogyi inkább a jobb oldalra fordítja. Horváth Tamás passzol pontatlanul. Saggio. Visszalántotta őt a Pápaiak játékosa, Iványi Martin. Ezért jár most a szabadrugás.
Szépen lábról lábra. Vencel nagyon erőszakos. Ezúttal is ott volt. Jakab Milán. Na ki ez a labda? A kapusé. Mitch Roland jött érte. Somogyi hátra, de erre Szádzsó lecsaphat. De Kovács kedvezőbb helyzetben volt. Biztosan ki a bal oldalra Böreckinek. Somogyi a második pápai gólszerzője. Kicsit szétszakadt a középpálya. Szép Dániel. Befelé cselez, szép. Vencel fordul. Még tovább Vencel, és felé lövi a labdát. Addig-addig tekerget Vencel Zoltán, amíg kicsikarta magának a lövési pozíciót, aztán fölé durrantotta a labdát. Első fél idő 21. perce, Pápa Csetény 2-0. A Csetényiek természetesen nem úgy készültek, hogy ők ennek a mérkőzésnek az esélyesei. Minden esetre, ha megnyernék az összecsapást, egy helyet mindenképpen előrébb tudnának lépni a tabellán a 13. helyről, de inkább azt fontolgatják, latolgatják, hogy most ezután kétszer otthon játszanak a Fűzfő és az Almádi ellen, és nekik ott kell hazai pályán, a Katlanban, a Csetényi Katlanban erősnek látszani és erősnek lenni, amit pontokkal kellene megoldani. Közben nézzük szépet. Szöglet. Igen, sarokrugás következik. Baldauf kocog ki a sarokrugás elvégzéséhez. A labda, nincs fejes, lövés van, Somogyi. Már is visszafordulhat a pápa, de inkább hátrafelé rúgja a labdát Somogyi, és onnan építkeznek. Udvardi Mózes passzol jobb oldalra. Domján. Somogyi. Ő szerezte a második gólt, mármint Somogyi. Domján újra. Udvardi labdája nem jó. Az asszisztens segít a játékvezetőnek, hogy szabálytalanság történt. Jöhetnek a fehérmezes Csetényiek. Szádzsó csúsztat bele a labdába, és érkezik Simon Lászlóhoz a játékszer, akinek szinte semmi dolga nem volt az eddig eltelt időszakban. Nem szinte, hanem egyáltalán nem.
Baldau fordul kapu felé. Jön a labda a jobb oldalra, Udvardi. Szép veheti le. Gyönyörű volt a csel, szép, egy kicsit rálép a labdára. Sarokrugás. Ezt jelzi a játékvezető. Túl vagyunk az első fél idő felén, 2-0-ra vezet a Perutza Csetény ellen. És egy újabb sarokrugás következik most. Szabálytalanság történt ott benn, az ötösön belül. Ezért jár most a szabadrugás a vendégeknek. A Csetények élnek a lehetőséggel, és komótosan végeznek el minden ilyen pontrugást. Ebben is egy kicsit levegőhöz jutnak, egy szuszanásnyi szünethez. Kovács Gábor. Nagy Rihárdnak ez nem jó, Böröckinek igen. Somogyi. Újra ő. Domján. Kovács. Udvardi. Szadzsó hozhatja ki a bolyból. Nem tudott jól passzolni. Keresztlabda a bal oldalra. Szép, remekül vette le. A csel is jó. Somogyi még ki oldalra. Jön a beadás. És újra kijön a labda belülről. Domján teszi vissza a jobb oldalra Iványinak. Megint jön a beadás. Vencel csúszik a labdáért. Még mindig Vencel. Böröcki. Ágyon középre. Lefejelt labda, és jön Mics, és elrúgja Vencel elől. Nagy. Ez hosszú Szadzsónak. Somogyi. Baldauf. Újra Baldauf. Horváth Tamás. Böröcki. Jön a labda Vencel felé, nem tud fejelni. Ó, az egy nagyon nagy lehetőség volt. Iványi találta el a kapust, Mics Rolandot. Majdnem megszületett a harmadik gól. Mics el sem tudott volna ugrani a labda elől. Olyan váratlanul találta el. Szöglet. Szép Dániel végezheti el a jobb oldalról ezt a sarokrugást. Jól csavarodik a rövid sarok fele, de kiment már, mielőtt beért volna az ötös területére, tehát nem csavarodott mégse jól a labda. Rossz röppáját írt le. Somogyi fejeli el a labdát. Nagy Rihárd. Egyelőre gyorsaságát még nem tudta érvényesíteni. Nem kapott olyan labdát, amivel megléphetett volna. Baldauf viszont igen, de őt is szerelik. Somogyi gyűjti be a labdát és passzolja Domjánnak. Udvardi Mózes. Sokat van játékban, ugyanúgy, mint Iványi. Na, van előhővési lehetőség, Baldauf. Baldauf elesett. Nem történt szabálytalanság.
Kovács fejeli le a labdát jól. Domján. Somogyi. Kicsit hosszan veszi át. Szádzsóra tartott rá Somogyi. Csetényi szabadrugás, mint ahogy eddig sokszor már, szép lassan, komótosan. Nagy felé jön a labda, már mint Nagy Richard felé. Nagy szép. Bölöcki megy mellette a bal oldalon. Boldauf középen, Boldauf lopja a távolságot, lövi és mellé. De szabadrugást ítél a játékvezető, azt mondja, hogy Sancho vétett a szabályok ellen, és odalépett a lövés pillanatában. Ismét Vencel a letett labda mögött. Ez most messzebb van. Jó 20-22 méterre. De megkapja a lehetőséget Vencel. Vencel nyesi, és Mics nagyon szépen boxolja ki a labdát, ami a jobb felső sarok felé tartott. Bravúr volt a javából, és egy szép szabadrugás Vencel Zoltántól. Ez már az első fél idő 31. perce. Kifele szabadrugás. Kettő nullás vezetés ellenére is továbbra diktálja az iramot. Kézben tartja a mérkőzés irányítását a sárgamezes hazai Peruc. A csetényieknek pedig nem sikerül eljutniuk Simon László kapujáig. Sancho, na most talán. Ez egy jó kecsegtető lehetőség Sancho-nak. Sancho. De már oda lett. De még lehet egy lehetőség a lövésre, levágódik. Hát nagyon sokáig kellett várni erre, majdnem 32 percig, de sokkal több volt ebben. Nem tudom, Sancho miért nem próbálkozott vagy vállalkozott erőteljesebb betörésre. Gyorsaságával meg tudta volna oldani. Sancho játszott itt NB1-ben, Pápán, úgyhogy ő hazatért egy kicsit. Szép végezhet el újabb sarokrugást. Ezúttal a másik oldalról jöhet a labda. Legutóbb rosszul tekerte, mert előbb kiment a labda. Viszont most ott óriási a tömörülés, valaki köti a cipőfűzőjét, azért áll a játék. Most már megvan, Kovács Szabolcs. Na nézzük szép újabb kísérletét. Ez most jobbnak tűnik, Mics előzte meg Vencelt. Boldauf. Szép tekeri újra középre a labdát, jön is a csúsztatás. És les volt, Pencel lesen volt, ezt jelzi az asszisztens. Vencelt figyelmezteti a játékvezető. Vencel nem ismer se Isten, se embert, tehát ő arrébb pakolja az embereket, hogyha kell. Most is valami rángatásról volt szó, hogy hallottam, hogy Vencel rángatta ellenfelét. Deles is volt egyébként. Kovács Gábor ezt panaszolta, hogy ne rángassák őt. Pedig Vencel rángatni fogja, akkor is, ha megígéri, hogy nem.
Hoppá, ez egy elpasszolt labda, Kovácsnak kiparkodnia kell, hogy elérje, de el is érte. És a visszapassz Domjánnak. Horváth kapja már a labdát. Újra Horváth. Böröcki a bal oldalon. Somogyi. Nagy kíséri ki a labdát. Kirugás. A 35. percben járunk az első félidőben. Vencel és Somogyi góljaival 2-0-ra vezet a Pápai Peruca Csetény ellen a megyei labdarúgó bajnokság első tavaszi fordulójának mérkőzésén. Hú, ez egy kicsit koppant, bizony. Nem csak én hallottam, hanem Holzbauer Flórián is hallotta és látta is. Domján! Saggio szemfülesen labdát szerez, de a passza, a továbbítása pontatlan. Kottyán Bálint. Somogyi. Szép. Elveszik tőle a labdát. Na! Egy ritka ellentámadás. Még lehet belőle valami. Szent. Elveszti a labdát. Baldau fordulhat. Jól látja meg a bal oldalon érkező Böröckit. Jakab Milán labdája pontatlan újra. Itt a nagy kérdés most az, hogy a pápaiak még hányszor tudják feltörni a Csetényi reteszt. Meg hát az is kérdés, hogy a Csetényiek mindig bírják erővel ezt a nyomást. Mert ha most egy kicsit csökkent is ez a nyomás, de azért folyamatosan pergőtűz alatt tartja a pápa a Csetényiek kapuját. Nagy Rihárd megpróbálja megelőzni Kovácsot. Nagy! Még mindig ott a labda. És a passz már nem jó. Volt ebben valami kis lehetőség. Somogyi. Kovács. Böröcki mérgelődik, hogy nem kapja a labdát Kovácstól, pedig senki nem volt a közelében. Vencel. Remek meglátás volt Kovács Gábortól, és jól megoldotta a helyzetet. Csetényi szabadrugás következik. Szent Patrikkal szemben volt szabálytalan a pápa játékos. Most pedig hazai bedobással folytatódik a játék. Horváth. Szép a les határon, de nem ő kapja a labdát, hanem Böröcki. Somogyi. Baldauf passzol jól Domjánnak. Domján pedig Udvardi Mózesnek. Levágódó labda. Folytatódik a pápai offenzíva. Somogyi. Böröcki. Szép.
le a beadás, nem? Pölöcki kapja vissza a labdát. Somogyi. Baldauf. Az már lassan lövő helyzet. Elhalt a lövés. Mintha Iványi labdája halt volna el. Igen, veszekszik is valakivel Vencel, hogy nem kapta a labdát. Szent. De már a pápaja ki a labda újra. Domján. Somogyi. Böröcki teszi szépnek a labdát. Jó beadás. Vencel nem tudott fejelni, vagy meg nem tudott pontosan célozni. Micsoland következik a kirugással. A 40. percben járunk. Az első félidőben 2-0-ra vezet a pápa Vencel és Somogyi találataival a Csetény ellen. Az egy nagyon nagy labda. Iványi a 16-oson belül. Ó, ebben sokkal több volt. Nem is tudom, mit akart igazából, hogy a kicsit kint álló Mics felett átívelni a labdát, vagy a teljesen egyedül álló Vencel Zoltánt akarta megjátszani gólhelyzetben. Lecsúszott a labdája, na, van ilyen. Lehet, hogy éppen fölpattant a lövés, vagy az ívelés pillanatában, és akkor ez tud kijönni belőle. Udvardi még megmenti a vonal előtt. Horváth Tamás. Somogyi. Szép. Már a 16-oson belül. 11-est akart kiharcolni, de hát azért ez így nem volt igazi. Somogyi. Eladott labda, elpasszolt labda. Ez meg egy elhamarkodottan előrevágott labda, mert nem volt ott egyetlen egy Csetény játékos sem. Baldauf. Ő is elpasszolja. Saggio. Ez egy jó pördítés a bal oldalra. Pápai bedobás. Csetényi fiatalok érkeztek egyébként Pápára, játszottak egy jót, aztán elmentek a Várkert fürdőbe, és most hallatszik a hangjuk, amikor drukkolnak a Cseténynek. Az nagyon jó volt, egy picivel ment csak mellé Baldauf kísérlete, szép mozdulattal lőtte kapura a labdát. Már a 43. perc az első játék részben. Különösebben nem állt a játék, tehát igazán hosszabbításra nincs szükség. Szép eléri a labdát, elbizony, de nem tudja középre játszani. Na, ott meg valami történt. Nem láttuk, hogy mi. És most engedik be az egészségügyi személyzetet a pápaiaknál. De nem láttam, mi történt. Vajon milyen fáj a pápai játékosnak? A térdét nézik. Nem tudunk orvosi jelentést adni, de most úgy tűnik, mintha boka vagy ahill lesz.
és épp az előbb mondtam, hogy nem volt szükség hosszabbításra. Hát most egy picire lesz szükség, az biztos. Mert hát nagyon pihen ott a pápai játékos. Nem nagyon úgy néz ki, hogy talpra akar állni most még. Lehet, hogy hordágy kell. Komolynak tűnik, sajnos. Többen is ott vannak körülötte. És bizony jön a hordágy. Fájdalmas arccal fekszik ott a pápaiak játékos, egyre nem látom, hogy ki ő. Nagyon körbeállják. Tapsolják meg a pápai szurkolók ott a túloldalon. Bizony-bizony komolynak tűnik ez a történet. Kettő perces hosszabbítás vár a játékosokra az első fél időben, emiatt a sérülés miatt. Ez meg lesz. És még csere is lesz természetesen. Hiszen Horváth nem tudja folytatni a játékot. Sokat volt játékban egyébként. Ő gyűjtötte be sokszor a jobb oldalon a labdát. De megtörtént a csere. Szalai Gábor állt be, tehát Horváth Tamás helyére 27-essel. De hát ő is sebesült, mert a keze be van kötve. Úgyhogy vigyázni kellene, hogy ő is rásérüljön. Nem tudom, milyen jellegű ez a sérülés, de talán nem törés. Somogyi. És bizony-bizony Horváthat úgy kell bevinni az öltözőbe a hordányon. Bencel pörget a labda alá, és Mics kezében. És ebben a pillanatban vége az első félidőnek. Vencel fejes góljával és Somogyi lövésével alakult ki a 2-0-ás félidei eredmény. Hamarosan innen folytatjuk. Minden készen áll a folytatásra a második félidő előtt. Néhány pillanattal ezelőtt a legfiatalabb pápai labdarúgók vehettek át díjakat, serlegeket, és ebben a pillanatban jelzi Holzbauer Florian, hogy mehet a második félidő. 2-0-ra vezet a Pelc a Csetény ellen, a Vencel és Somogyi góljaival. Végiguralta az első 45 percet a sárgamezes hazai csapat. A Csetényiek egyszer jutottak el Simon László kapujáig. És itt egy újabb
pápai lehetőség, jól jött be a labda. Sajó elpasszolja. Nagy Rihárd jön vissza a labdáért. Ez pedig szabálytalanság. Csetényi szabadrugással folytatódik a játék. Egyébként olyan sok gólhelyzete nem volt a pápaiaknak, tehát azt nem lehet mondani, hogy 2-0 és még rúghattak volna 4-et, tehát erről szó sem volt, mert a csetények azért igyekeztek zártan védekezni, lassítani a játékot, jól betömörültek ott a 16-os környékén, a pápaiak megjáratták a labdát, csak nehezen tudták őket hátba támadni, kétszer azért sikerült. Mindjárt a harmadik percben az első gólt, azt Vencel fejesből szerezte, tehát gyorsan szereztek vezetést a hazaiak. Hoppá, hoppá, bizony, bizony, szabálytalan volt. Sajó is pihengett a füvön, őt is faultolták, de az nem volt akkora fault, mint a mostani. A Sajó kemény gyerek talpra áll pillanatokon belül. Is van. Na, tehát a fehérmezesek végezhetnek el szabadrugást. Vencel pedig sokatszor figyelmezteti a játékvezető. De lehet sokszor egyébként, de ő nem enged a 48-ból. Ha kell, akkor odalép, oda csíp, oda rúg. Ez jó. Passz is. És ez az indítás is remek bizony. Iványitól. Öröcki. Vencel mögé jön a labda. Ivány nagyon szépen rúgta meg a labdát, úgyhogy jobb külsővel kifelé csavarodott a labda, és az nagyon jó volt Böröckinek. Somogyi. Elposszolt labda megint. Ez jól lehet Sajónak, mert miért nem megy oda. Kovács megelőzte őt. A cserekén belállt Szalai Gábor jobbra. Ellopott labda. Sajó. László kapja a bal oldalon a labdát, volt edző, aki évekig vezette a Csetény csapatát a kispadról. Sokszor volt beírva a jegyzőkönyvbe ő is, mint lehetséges játékos, de most a gyakorlatban is itt van, és segíti csapatát. Baldauf, már a 16-oson belül, Baldauf. És egy óriási helyzetet hagyott ki Vencel. Felpattant előtte a labda. Ilyenkor nem balhézik, persze. Nagy nem tudja megcsúsztatni a labdát, aztán ellökik. Az biztos, hogy 1000 fokon ég mindig Vencel. Most is vitatkozik az egyik csetényi játékossal. Sajó. Hát ez nagyon lesz szívem. Hamran. Visszafejelt labda. Kovács felpasszolja Somogyinak. Szép szerelés, de eladott labda, Hornyecsek. Baldauf. Somogyi.
Bardauf. Elrontották az utolsó paszt megint a pápaiak. Most jön följebb egy kicsit a csetény. Saját térfelük közepén húzzák meg a védővonalat. Bardauf. Ványi visszaveszi, leteszi lövésre. Bardauf emeli ki a bal oldalra. Ez egy elég szerencsétlen felszabadító rugásnak tűnt. Nagy pedig nem éri el a labdát. Nem tud fejelni Vencel. Sancho fordulhat a labdával, és hozhatja ki onnan. Elveszti. Szalai Gábor vett el tőle. Ez egy nagyon jó kis löbbölés a jobb oldalra, Iványi. Szalai. Bardauf húzott még egyet a labdán, de feleslegesen. Nem tudják megtartani a csetenyek a labdát. Azonnal letámadják őket a pápaiak, és el is veszik tőlük. Iványi veszi le szépen. Még mindig ő. Szalai Gábor. Szalai. És az utolsó pillanatban odaér a csetényiek védője, de még nem szabadult fel a kapu. Óriási most a nyomás, Sancho veszi le mellel. Meg mindig Sancho. És egy felszabadító rugás. Kijön az óriási nyomás alól. A csetény ezzel az előre vágott labdával. De a helyzet nem változik. Jön tovább, és nyom a pápa. Somogyi. Bardauf. Udvardi fejjel próbálta megmenteni, de nem sikerült neki. Magas volt. Sancho, elpasszolja a labdát. Iványi. Jó labda a bal oldalra. Megelőző szerelés, ez szép volt bizony. És most egy kicsit kijöhet megint a csetény, de nem jó a passz. Pedig Dávid Ádám már begyújtotta a rakétákat. Udvardi Mózes. Udvardi. Egy fordítás a bal oldalra. Hornyacek. Sancho felé, de pontatlan. Somogyi. Udvardi Mózes. Jól cselez befelé, még mindig ő. Ványi. Elveszik tőle a labdát. Szent Patrikkal szabálytalankodtak. És most szusszanhat egyet a csetény. Szükségük is van rá. Mert óriási nyomás alatt van a csetényi kapu. Tíz perce játszanak a csapatok a második fél időbe. Nincs még gól ebben a játék részben.
Sancho, kicsit meglökte ellenfelét Sancho. Veszélyes volt. Domjánnal csatázott egy nagyot Sancho, aztán Domján kínjába jó kirúgta a labdát. Megszabadult egy kicsit Domes. Kovács Gábor passza. Somogyi lép bele az újabb labdába. Pápai bedobás. Somogyi kapja a labdát. Egy kisebb sérülés ott a felezővonalnál. Kottyán Bálint fekszik a füvön, az ő térdét próbálgatják ott a csetényiek. Egy sérülés már volt az első fél időben, Horváth Tamás a hordágyon távozott a pályáról. Kottyának kell lemenni, aztán vagy visszajön, vagy nem. Minden esetre most 10 emberrel a csetény a pályán. Sportszerűen visszaadják a pápaiaknak a támadás lehetőségét. Szalai. Somogyi. Visszatérhet a csetényi játékos. Szalai. Vencel. Mindig Vencel. Udvardi a jobb oldalon. Újra befelé cselez. Ez a labda is jónak tűnik. De érkezett Bíró Attila. Hát nem tudom, meddig lehet bírni ezt a nyomást. Szokták mondani, hogy rádöntik a kaput a pápaiak a csetényekre, úgyhogy a hálón veri a hálukat, a hátukat. Vardi nem tudja pontosan átvenni, de egy szögletet kiharcolt. Perc, 2-0-ás pápai vezetésnél jött az újabb szöglet. És ott a fejes és Somogyi fejéről vágódik be a harmadik pápai gól a hálóval. Jött keresztbe, jó ütembe érkezett, és 3-0. De ott valamit reklamálnak a csetényiek, hogy ott valaki valakivel szemben szabálytalankodott, de a játékvezető nem látta. És Somogyi duplájával 3-0. Lehet, hogy ott valaki ellökött valakit, és ezért tudott érkezni Somogyi, de hát a lényegen ez nem változtat. Nagy László beszéli meg a játékvezetővel, hogy mi hogy volt. Sancho. Pattant tőle a labda. Iványi. Iványi. Újabb passz. Megint majdnem kialakult egy gólhelyzet. Ez viszont már kint van, kirúgás. Hát cserélni kéne a csetényieknek. Frissíteni, mert többen nagyon elfáradtak. Például Sancho is. Aki
Cseténben nem szélső hátvédet játszik, mint Veszprémben. Sokat futott, ezt én nem mondom, hogy nem, de most már nem tud gyorsan sem, meg sokat sem futni Szád Joe. Persze nem csak ő van így ezzel. Szép csel. Egy szabálytalanság, Baldauf volt a vétkes. A kezét fájlalja a vendégek játékosa. Hát, hogy rosszul esett rá. Megütötték, minden esetre Kovács Gábornak fáj. Baldauf kér tőle elnézést, sportszerű jelenet. Nagy híveli fel a labdát. Kirugás, mert már elhagyta a játékteret a labda. Van három cserejátékosa a csetényieknek, köztük Gersics József is melegít. Sőt, négy cserejátékosuk is van. Hárman melegítenek közülük, gondolom a cserekapus nem. Nagy fején csúszik meg a labda. Jön a nagy, kiemeli. Vardi. Baldauf. Szalai középre. Somogyi talppal tívló. És sárga lapot kap Somogyi. Már megint Bence van a tárgyaló küldöttségben. A Somogyi is. Nyújtott láb volt Somogyitól. Semmi extra nincsen ebbe. Szabad rúgás és kész. Meg egy csere a pápaiaknál. Nem tudom ki jön le. De valakit cserélnek. Senki. Iványi Martin kocog le. Begyűjti a pacsikat. Sokat dolgozott Iványi. Talán Bolla Gergő, aki jön. És egy nagyon rossz passz, de aztán megmentik a csetényiek. Ez is szabálytalan Kovács Gáborral szemben. Tán Bolla Gergő játszik Iványi helyén. Ha Nagy Dániel, ha jól veszi át a labdát, akkor akár mi is lehetett volna ebből, és még mindig ott a lehetőség. És nem megy be! Sarokrugás! Óriási gólszerzési lehetőséget hagyott ki most Nagy Dávid Ádám. De már Nagy Rihárd is belőhette volna. Bizony, bizony, ez most egy lehetőség volt a csetényiek előtt a gólszerzésre. Az első komoly gólszerzési lehetőség. Szádzsó nem tud fejelni. Udvardi indít. Előzőbb helyzetben a csetényi játékos, és mégis oldja szép Dániellel szemben. Bolla. Vencel. Vencel passzol a bal oldalra szépnek, de nem éri el a labdát. Csetényi bedobás. Sőt, szabadrugás. Ez is szabadrugás, csak most a pápaiak végezhetik el ezt. Dvardi megy a jobb oldalon. Megint
lefele cselez, jó a passz szépnek. Van érkező ember, megpattan a labda és kapufa, de már les. Les jelez az asszisztens. Valaki a lövés pillanatában lesen volt. Természetesen nem Szalai, aki ráküldte a labdát, hanem ott valaki az ötösön belül, aki nem lehetett más, mint Vencel. Nagyon sok eladott labdája van a csetényieknek. Nem tudják megtartani, ezért vannak nagyon nagy nyomás alatt, mert nem tudják se kihozni, se megtartani, hiszen a pápaiak azonnal letámadnak, visszatámadnak. A 67. percben járunk, 3-0-ra vezet a Perugia csetény ellen. És lesz cseréje a vendégeknek, Pass Dániel érkezik pillanatokon belül. Lágyan jön a labda. Vardi. Sancsóval szemben szabálytalankodott Udvardi. És van csere is. Dávid Ádám megy le. De még nem. Látszik, igen, mert játékban van a labda. Na, van csere, vagy nincs csere? Van csere. Akkor ugyanaz, amit mondtam, Dávid Ádám le, Pass Dániel be a csetényi csapatnál, 3-0-ás hazai vezetésnél a 68. percben. Molnár János megköszöni Dávid Ádámnak a közreműködést. Ha volt egy nagy helyzete, néhány pillanattal ezelőtt. A 68. percben cserélt csetén együttes a 11-es számú Dávid Ádám helyett 12-es Dániel Ádám. Lencel erőszakosan visszaszerzi a labdát. Passzolni nem tud pontosan. Ez viszont jó a bal oldalra. Sancho már éket játszik. Somogyi. Szalai. Tomján. Udvardi. Udvardi. Szép. Tomján. Kovács. Teszi le Somogyinak, Somogyi rárugja, megpattanó labda, sarokrugás. Baldó fékezheti el a sarokrugást a bal oldalról. Kicsit arrébb kell tenni a labdát, ezt jelzi a játék. De most már jöhet. Hát ezt nagyon kifele csavarta Valdauf. Szépen vesztette a labdát. Ez jó most. És ez se rossz labda, bizony. Nagy Rihárd. És belerúgja emberébe. Csetényi bedobás. Sancho. Mindig Sancho, kirúgják előle a labdát, sarokrugás.
fellélegezhet egy kicsit a fehérmezes csetényi csapat, legalábbis a védő játékosok, akik közül most megindulnak ketten is fejelni, és a helyükre visszaállnak a többiek. Szent Patrik végezheti el. Kifejelik a pápaiak. Nagy rúgja vissza a labdát oda középre, de lesz a kontra most. Baldauf tett oda egy nagyon keményet, kap érte egy sárga lapot. Igen, most már Baldauf nem először szabálytalankodik egyébként. Megérdemli a figyelmeztetést, ez egy nagyon kemény odalépés volt. Hordjacek Roland rogyott a földre emiatt. László a szabadrugással. Jön a kapus és lehúzza a labdát Szácsó elől. És a hosszú kirúgás pedig Vencel felé száll. Vencel beáll a labdának. Mindig ő. Holla. És ott a felszabadítás. Somogyi, aki két gólt szerzett a mai mérkőzésen. Szalai, aki cserekült állva és ugyanisen megsérült Horváth Tamás helyére. Udvardi, aki nagyon sokat van játékban a jobb oldalon, ez egy remek pörgetés, gólhelyzet, és nem tudják berúgni. Hát ez valami hihetetlen, komolyan mondom. Szalai Gábor is berúghatta volna, de ő Vencelt akarta megjátszani, ő meg nem tudta beletenni a fejét, meg a lábát se. Így kimaradt. Ez az eddigi legnagyobb perc helyzet volt egyébként. Vagy peruc helyzet, bocsánat. Ajtóablak, két játékos előtt is. Nagy Rihál, Szadzsó. Somogyi tudott még oda piszkálni, ezzel megakadályozta azt, hogy Szadzsó elindulhasson a kapu felé. Valaki ott lapot kap. Szerintem a mester, az a jön mestere. Arton Miklós kap sárgalapos figyelmeztetést. Baldauf. Vencel felé, de pontatlanul, Vencel beleugrik a labda útjába, Csetényi, bedobás következik. A pápaiak nagyon határozottan odaállnak, nem hagynak teret a csetényieknek a nyugodt bedobás elvégzéséhez. És alkalmazzák a legjobb taktikai fegyverüket. Szorítják, szorongatják ellenfelüket. Somogyi. Egy sérülés lesz ott Csetényieknél. A pápaiaknak kell most a fair play szellemében visszaadni a labdát a csetényieknek, mert a Jakab Milán ott földre rogyott az előbb, és ezt vették észre a játékos társak. Na, indul az újabb hazai akció. Ott a passz Vencelnek, még a cser, és Mics megfogja a lövését. Szalai Gábor nagyon érzett le, most is elvállalhatta volna a lövést egyébként, de inkább passzolt. Meg az előző akciónál is lőhetett volna gólt, hiszen ott pattant előtte a labda lövésre, de tovább tolta. Szádzsó kergeti a labdát, Domján.
Szépen csúsztatta tovább Udvardi. Szép pedig meglókad, bizony meg is lóg a jobb oldalon szép. Lassan gólhelyzet, gólhelyzet is, és Svencel most már bepasszolja a pápaiak negyedik gólját. És ez a második találat a Svencelnek, hiszen ő nyitotta a gólok sorát. Peruc, Csetényi 4-0, a 76. percben járunk. Ez most egy szépen kivitelezett, végigvitt támadás a jobb oldalon, egy szép fejessel indult, amiből elment Udvardi, aztán szép, és befejezte az akciót Svencel. És érkezik Gersics József is a Csetényi együttes bepillantokon belül. Ez valami egészen hihetetlen, amit ez a liba végig csinál a futballban. Hiába, aki szereti a futballt, az nem tudja abba hagyni. Szerintem még Szécsi Jani is játszhatna itt a Megye 1-ben. 61 évesen, vagy 60 évesen. Akarom öregíteni, de nézzük szépen. Meghúzza az alapvonalon, és majdnem befejezi az akciót. De a rövid saroknál Mitch Roland hárította a lövését. Jól csinálta. Szép Dániel, aki most a szögletet is elvégezheti. Négy óra vezet a Peruca Csetény ellen. Hol száll a labda középre, Svencel ezúttal nem tudott fejelni. Nagy. Szádzsó kéri a labdát. Középre passzolni nagyon veszélyes. Reménytelen harc ez a Csetényiektől. Mindent megtesznek, hogy minél kevesebb góllal megusszák ezt a pápai kirándulást. De hát óriási fölényben futballozik a Peruc. És most a csere a Csetényieknél, tehát Gersics játékra jelentkezik. És vajon ki megy le? Kovács Gábornak mondják a társak, hogy te vagy, akinek menned kell. Rengeteget melózott Kovács, kapott is hideget, meleget a pápaiaktól. Nagyon sokan elfáradtak és elkészültek az erejükkel a Csetényi együttesben. Közben lesz egy pápai csere is. Azt még nem látjuk, hogy ki megy le, de látjuk, Udvardi Mózes megy le. Folyamatosan a támadásokban részt vett Udvardi Mózes, de aztán mégsem, nem Baldauf. Igen, akkor Baldauf, mert mind a ketten elindultak. Udvardi Mózes, egy kicsit meglepődtem volna, mert aztán jött, ment, mint a lift föl le. Rengeteget van játékban. De aztán Baldauf ment le, sárga lapot is összeszedett. Kifutotta magát rendesen. És hát nem kockáztat. Tom Miklós. Nagy Péter, nem Nagy Péter, bocsánat, nem Szerga Cseh Balázs jött be. Gersics József éket játszik. Lesz majd hadd elhadott Kovácssal. A felívelt labdáknál megbeszélték, hogy ütjük, vágjuk egymást. Meg is volt az első párharc. Ez jó, Szalai. Az indítás is nagyon jó. Holla! És majdnem Szedlacsak gól helyzetbe került az első pillanatban a cserek után.
úgyhogy sarokrugás következik. Na nézzük a szögletet. Tömegjelenetek az ötösön belül. Jól csavarodik a labda, a fejes is majdnem sikerült. De mit csott volt, Gersics. Mindig Gersics. Ajjaj, nehéz helyzetbe hozta a játékos társát ebben a rövid passzal. Domján nem tudja beadni a labdát, de kiharcolt egy bedobást. El. Még mindig ő. Ellopják tőle a labdát. Szadzsó. Kihozza a bolyból, nagy. Érdekes, hogy Nagy László 8-asban játszik, és 17-esnek van beírva, de hát kicsire nem adunk. Az ötödikre viszont igen, ott a gól, 5-0. Bolla a gólszerző. Szépen kidolgozott akció volt ez is, és a fiatal Bolla Gergő az ötödik Perucz gólt szerzi a 83. percben. Hát igen, elkészült teljesen az elejével a csetényi csapat, amit aztán gólokra váltott a sárgamezes hazai együttes. Ez már a harmadik találatunk ebben a fél időben. Ugye 2-0-ával fordultak a csapatok. És most már 5-0. Szalai. Szétcsúszott a védekezése is a csetejének teljesen, mert ott középpen üresen bóklásznak a pápaiak. Vencel feje mellé. Jól kezdi tehát a tavaszi szezont a bajnok aspiráns, az egyik bajnok aspiráns, a Pápai Perucz együttese. Megadta az alaphangot. És hát a nagy kérdés, hogy milyen nyitányt csinál a Balatonfüred, amely egy ponttal előzi meg a kék-sárgákat. És ők is igazoltak néhány játékost a télen, sőt edzőtáborozni is voltak. Úgyhogy ők ketten nagyon-nagyon komolyan veszik az aranyéremért folytatott csatát. De a harmadik úrkut alatt is nagyon-nagyon szoros a mezőny, tehát egy kimondottan jó kis bajnokság. Az első osztály küzdelem sorozata sokkal kiegyenlítettebb, mint a tavalyi. És még sok borsot törhetnek egyébként a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyezett csapatok is a két bajnok esélyesnek. Újabb csere lesz a pápaiaknál egyébként. És most megy le Udvardi Mózes. Jakab Milán rúgta fel a labdát, de hát látta, hogy csere lesz. Úgyhogy kezdődhet minden előről. Barcsa Tamás 16-ossal a pápaiaknál a pályán. Szadzsó. Szadzsó már a 16-oson belül. Hárman is körbeveszik. Hát ezt nem veszi be senki, ha már ilyeneket nem szabad csinálni. És egy újabb pápai csere következik majd.
most mindenkinek lehetőséget ad, akinek csak lehet. Böröcki megy le a pályáról. És talán Szigeti Ákos az, aki bejött, nem tudom. A 17-esre Györkös Zoltán jött be. Szép. Somogyinak ez rossz. Szácsó. Nagy. Szácsó ugrik közbe. És Domjánt is letámadta. De a pápaiak végezhetnek el bedobást. Vagy mégsem? Ó, még Csetényi csere is van. A 87. percben. Na és ki megy le? Nagy László kocog le. A volt edzője a Csetényieknek. Jól helytállt itt a védelem bal oldalán. Amíg bírt erővel ő is, meg futással. Akkor Jakab Tamás lehet az, aki őt váltotta, majd mindjárt kiderül. Igen, Jakab Tamás az, aki Nagy László helyére beállt a Csetényieknél. Szágyó teszi le szépen bokából, de pontatlanul Bollát megerántják. Úgyhogy szabadugás, egy sárga lepér. Hornyacek Roland kapja. Ha kapja, nem csak figyelmeztetik. Én kérek elnézést, rosszat mondtam. Bár belefért volna, mert lerántotta Bollát, aki meg akart lépni. Szalai. Szalai elegánsan játszott egyébként. Önzetlen volt sokszor. Arcsa hosszú oldalra, Bolla visszafejeli, de már kint volt. Ez a 89. perc eseménye. Nem gondolnám, hogy sok értelme lenne hosszabbítani. Sanchót előzik meg. Belerúgnak Sanchóba, és kedvtelenedik. Elkedvtelenedik Sanchó. Hát azért ez szabadugás lehetett volna, mert megkötötték a csatornát. Most egy viszont egy támadás. Milyen sárga lapot kap. A Csetényi játékos. Aki elnézést kér. Kottyán Bálint kér elnézést. Ez már a 90. perc, 5-0-ra vezet a pápai Peruc. Valamennyit mutatott a játékvezető hosszabbítást. Pontosan nem láttam mennyit, akár 4 percet is mutathatott volna, mert a cserék miatt is lehet annyi. Volt sérülés is. Sanchó és Kovács csatázott a labdáért. Nagy Liárd. Nem tudta birtokba venni a labdát. Szép fordulhat. Vencel. Jócsel.
elegánsan passzolja ki a bal oldalra Györkösnek. Györkös tovább Széphez, szép beadás. És megvan Micsnek, hát meg. De közben azért egy kicsit lögdösték is Micset ott a pápaiak. Majdnem bent volt a hatodik, Kovács lábáról lecsúszik a labda, de még begyűjti. A cserekén beáll Barcsa Tamás. Somogyi két gólt szerzett az ötből. Meg Vencel is kettőt, és Borla egyet. Sancho térül fordul. Visszakapja a labdát. Egyetlen egy nagy helyzete volt a csetényieknek 3-0-nál. Ezt kihagyták, és akkor utána még kaptak kettőt. Így alakult ki az 5-0-ás eredmény. És hát természetesen már a hosszabbítás pillanatait éljük, de fogalmam sincs, hogy mennyit jelzett a játékvezető. Az óra viszont áll 90 percnél. Lehet, hogy még van vissza legalább 2 perc, mert mondom, a cserék miatt lehetett hosszabbítani, és sok csere volt. Kovács. Kovács. Szép. Elveszik tőle a labdát. Vencel pörget. És ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek, első tavaszi fordulóban a pápai Perutz 5-0-ra legyőzte a csetény együttesét, amely sokáig ellenállt, mármint a második fél időben, mert nagyon gyorsan kaptak gólt, a vendégek már a harmadik percben vezetett a pápa. Vencel 2-szer, Somogyi 2-szer volt eredményes, és Bolla is betalált 1-szer, így alakult ki a 2-0-ás fél idő után az 5-0-ás végeredmény. Köszönöm, hogy velünk tartottak, jövő héten újra jelentkezünk mérkőzéssel, viszontlátásra!